Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az M-Store csatornán, az én nevem Zsolt. Jó tudjuk, hogy a Xiaomi nem csak az okos telefonos iparákban van jelentős erővel jelen, hanem az okos otthonos szegmest is már jó régóta célozza, és különböző termékeket dobott piacra. Teszteltünk már robotporszívókat, turmizgépet, okosizzókat, és még számtalan egyéb kütyüt is. Például kamerákat, biztonsági kamerákat, vagy éppen otthoni kültéri kamerákat. Az egyik legutóbbi videónkban például az olcsó kültéri kamerával foglalkoztunk a Sami Outdoor kamera AW200-zal. Most viszont két új beltéri kamerát fogunk bemutatni nektek, amik már két korábról jól ismert modellt váltanak. A legújabb produktumoknak a neve pedig nem más, mint Sami Smart Camera C200, valamint C300, az egyik az 1080 p a másik pedig a 2K-s otthoni kamerát váltja. Lássuk tehát, hogy mit tudnak az új készülékek, milyen két minőséggel rendelkeznek, valamint milyen egyéb funkciókat társítatunk hozzájuk. két kamerát azért vesszük bele egy videóba, mert a párosítás vagy éppen a menürendszer az nagyban hasonlít egymásra, ráadásul a dobozban sincs nagy különbség, nyilván azért külölakban egy picit különböznek egymástól. A csomagolás tartalma viszont ugyanaz, kapunk egy micro USB kábelt, ezen kívül néhány felfogatót, csavart és használati leírásokat, adaptert viszont nem mellékel a gyártó, ezt külön kell mindenképpen beszereznünk, bármelyiket is választjuk. Külsőleg abból lehet leginkább megkülönböztetni a két eszközt, hogy a talpuk az milyen alakú, az egyik egy picit szögletesebb, a másik pedig kerekdedebb, de mind a kettőre jellemző az, hogy 360 fokban forgatható fejjel rendelkeznek, ám ameddig a Smart Camera C200 106 fokban tud vertikálisan mozogni, addig két fokkal többet tud a C300, egészen pontosan 108 fokot. Két utas hangzása képes mind a két eszköz, hiszen a hátulján mind a két kamerának találunk hangszorót, a C300-nál nagyobb, tehát ennek köszönhetően kicsit teltebb is a hangzása. Mutatom is, hogy milyen. Ilyen a minősége a Xiaomi Smart Camera C200 hangszorójának. Ilyen a hangminősége a Xiaomi Smart Camera C300 hangszorójának. Egyértelmű, hogy a két kamera között azért képminőség, illetve lentség terén is van különbség, hiszen ameddig 3 megapixeles szenzorral dolgozik a C300, addig 2 megapixeles kamerát találunk a C200-ban. A 2 megapixeles az maximum Full HD felbontású videókat tud Wide Dynamic Range támogatással, vagyis nagy dinamika tartománnyal, a 3 megapixeles pedig f 14 es rekeszértékű, és 1296x2304 pixeles felbontásra képes, ami azért 2K-nak nevezhető a Xiaomi szerint, de akárhogy is, jobban nagyobb felbontással kecsegtet, mint a Full HD. A C200-ra, valamint a C300-ra is egyaránt jellemző, hogy támogatják a smart clockhoz való párosítást, így azon az eszközön láthatjuk akár a kameráknak a képét is. Korábban már volt egyébként erről szó. Illetve ami fontos, hogy H.265-ös kódolással rendelkeznek a készülékek, vagyis szerencsére jó minőségű felvételeket lehet elmenteni velük ami a C300-nak pedig egy nagy ütőkártyája, hogy van benne emberi alak felismerés is, tehát tud arról külön riasztani, hogyha embert érzékel, nem fog állatra vagy különböző porszemre is értesítést küldeni. Amazon Alexa és Google Home támogatással mind a két készülék rendelkezik, ráadásul mind a kettő termék lát éjszaka is a 940 nanométeres infráknak köszönhetően. Ebből több jutott a C300-ra és egy kicsit kevesebb a C200-ra, ahogy egyébként a vágóképeken is látható. Ez lényegében nagy különbséget nem jelent, de azért, amikor sötétedik, de még nincs éjszaka, akkor egy picit világosabb, színesebb képeket tud rögzíteni a C300. Erre majd hamarosan természetesen példákat is fogunk mutatni nektek. Na de a képességekről nagyjából ennyit. Hogyan kell párosítani a kamerákat, ebben nincs különbség a két készülék között, szóval bármelyiket is választjuk, bármelyiket is vásároljuk meg, ugyanúgy kell a Xiaomi home kapcsolni ezeket a kamerákat, ugye le kell tölteni az applikációt, vagy iOS-re, vagy pedig Android-ra. Ha pedig bejelentkeztünk, vagy létrehoztuk a fiókot, akkor láthatjuk az eddig párosított eszközöket, jó felül a plusz jelet megérintve, majd az Add Device gombra nyomva, lényegében már is párosítatjuk a kamerákat. A legfőső menüpontot kell választani, hogy a videó kamera szekció, majd be kell olvasni a kamerák alján lévő QR kódot, ezzel lehet párosítani őket a telefonunkhoz. Nyilván a távoli eléréshez szükséges, hogy a kamerák Wi-Fi-hez is csatlakozzanak, mindenképpen 2,4 GHz-es hálózatot kell megadni ahhoz, hogy a kamerák valóban tudjanak kommunikálni az interneten keresztül, utána pedig lényegében a kamerákhoz magukhoz kell hozzácsatlakoznunk Wi-Fi-n keresztül, a párosítás pedig ezután kezdődik, mind a kettő kamera angolul képes mondani, hogy a párosítás megtörtént, utána pedig el kell nevezzük őket valami, mint lényegében meg kell adjuk, hogy melyik helyiségben használjuk ezeket. A kamerátnak a képét kapásból láthatjuk, és különböző új mozgatókkal is tudunk jobbra-varra forogni, vagy éppen felfelé és lefelé nézni. Különböző billentyűkön keresztül tudjuk például bekapcsolni a hangot, vagy a kétutas hangzást, ezen kívül fotókat, valamint videókat is rögzíthetünk, amelyek vagy a microSD-re menthetők, a microSD-t egyébként úgy kell behelyezni, hogy felfelé billentjük a kamerát, akár az itt látható virtuális joysticknak a segítségével is úgy tudjuk behelyezni ezeket, ki is kapcsolatjuk a kamerákat, hogy ne vegyenek föl semmit, a hangot is letíthatjuk, illetve vagy a streamelés megadható, hogy 360p-ben Full HD van, vagy a másik esetben 2K HD van történjen, nyilván utóbbi esetben nagyobb lesz az adatforgalom, de szebb is lesz a kép. Bekapcsolhatjuk a Home Monitoringot, amivel lényegében figyelhetjük, hogy mi történik a kamera előtt, és értesítést is kaphatunk a különböző eseményekről. Meg is adhatjuk, hogy ez mikor történjen egész nap, valamint milyen érzékenységgel, és mikor küldjön értesítést a telefonunkra maga a program. Hogyha pedig ezt bekapcsoljuk, és van microSD, akkor láthatjuk az elmúlt napokban történt eseményeket is. Azt is megfigyelhetjük, hogy különböző méretű mikroSD-kre mennyi 2K HD tartalom fér, akár 24 nap is lehet egy nagyobb mikroSD esetén. Jobb fölül pedig van három pont, ahol a különböző beállításokhoz juthatunk, ilyen például a státuszfény, ami egy kék fényt jelent, ezt ki tudjuk kapcsolni, hogy ne lássa senki, hogy működik a kamera, avagy sem. Van a különböző gesztusok, illetve elalvás időzítés is, hogyha éjszaka nem szeretnénk, amikor otthon alszunk, hogy a kamera rögzítsen bármit, de manuálisan is ugye ezt aktiválhatjuk, különböző időbélyegekkel láthatjuk el a felvételeket, bekapcsolhatjuk a lencsetorzítás korrekciót, valamint a nagy dinamika tartományú módot is, hogy este, amikor nincs annyira sötét, akkor is még színes felvételek kerüljenek elmentése, akár itt a Night Vision beltásoknál is ugyanezeket nagyjából eszközölhetjük, valamint van még egy különleges képesség a C300-nak, hogy képes követni a különböző mozgásokat, tehát hogyha valaki a kamera előtt elhalad, akkor automatikusan utána fordul, hogy semmilyen eseményről nem maradjunk le. A és intelligenciának köszönhetően pedig a bébi, vagyis gyermek sírásakra is képes figyelmeztetni minket az eszköz. Ezen kívül át tudjuk nevezni, el tudjuk helyezni másik helységbe, ha szeretnénk, valamint különböző automatizáló folyamatokat is létrehozhatunk. Például, hogyha hazaérünk, akkor kapcsoljon be a kamera, vagy hogyha becsukjuk a bejárati ajtót, beindul mondjuk a robotporszívó, akkor hagyja abba a felvétel készítését a C200 vagy a C300, nehogy aztán minket értesítsen valami felesleges eseményről. Jó kiismerhető, tehát a mind a kettő kamerának lényegében a kettő kevésbé különbözik egymástól. Egyes funkció, amiket én kiemeltem, hogy a C300-hoz tartoznak, azok esetleg a C200-nak a programjában nem érhetőek el, de amúgy rengeteg mindent konfigurálhatunk mind a kettő kameránál. És lássuk akkor a két minőséget, kezdjük először a C300-éval. Hát én direkt egy olyan felvételt választottam, ami a napaliban történt, és akkor én kimentem, picit próbáltam jobbra-balra lépni, majd utána leültem, és egy felirattal rendelkező papírlapot tartottam fel, pont azért, hogy lehessen látni, hogy ebből milyen a képminőség a kamerának. Ugyanezt pedig megtettem éjszaka is, hasonló környezetben, tehát lényegében ugyanezt lehet látni csak sötétben vagy éppen világosban, és ugyanígy el lehet olvasni a különböző részeket, meg lehet nézni, hogy mennyire torzít a kamera. Szerintem jól látszik, hogy az infra sokat segít egyébként az éjjellátásban. Jöjjön utána a C200-nak a képminősége, ugyanez történt, csak esetleg más ruhában voltam, vagy egy picit máskor vettem föl, de ugyanúgy nappali fényviszonyok között is mutatunk egy felvételt, valamint sötétben is a koncepció ugyanaz volt, tehát a papírlapot feltartottam ugyanazzal a szöveggel, hogy lehessen látni a különböző részleteket, vagy éppen, hogy milyen minőségűek ezek a felvételek. A két új kamera tehát váltja a korábbi modelleket, és most már ezeket lehet megvásárolni az m store üzletekben. Ha pedig tetszenek, akkor vagy Debrecenben, Szegeden, illetve Budapesten lehet ezeket beszerezni, vagy akár online a webshopból is. A vásárláshoz szükséges linket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban, pláne akkor, hogyha követtek a különböző közösségi oldalakon, ahol számos érdekességet szoktunk közzétenni. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!